Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. A kormány meghirdette néhány évvel a keleti nyitást, amelyiket nagyon racionálisan felismerte, hogy nekünk több évtizeddel ezelőtt ez egy rendkívül jó piac volt, hiszen nagy forgalmunk volt, rengeteg mindent szállítottunk a térségbe, és hát 98%-a külkereskedelmének magyar export tette ki, és ezeket próbáljuk nehezebb körülmények között visszaszerezni. Ez mind kormányeszközökkel, mind kamareszközökkel, mind vállalkozókkal, és a mai nap a akkreditált és kiutazó két meghatározó piacot, úgy mint a Saudi és a Kuwaitba kimenő nagykövetekkel volt egy konzultációs konferencia. Talán nem a gázt keresik, ami Magyarországról, ellenben az élelmiszeripari termékeket és gabonaféléket, igen. Két okból ugye egyrészt tudják, hogy az orosz embargó miatt itt van felesleges kapacitás, ami piacot keres magának, nyilván mindenki próbál jó áron bevásárolni. A másik pedig az, hogy Ukrajna maga is nagy gabonatermelő és élelmiszer ellátója volt az arab országoknak. Ott egy sor kereskedelmi partner kiesett a láncból, és helyet keresnek megbízható, akár az ukránnál megbízhatóbb partnereket, és mondjuk a mi régiónkban Magyarországon ilyeneket lehet találni. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy elsősorban az élelmiszeripar az, ahol megindult valamilyen mozgás. Magyar öböl és a magyar-szaudi kapcsolatépítés részeként az elmúlt évben intenzív kormányzati államigazgatási kapcsolatrendszert sikerült kialakítani, amely során fölmértük azokat a területeket, ahova érdemben magyar piaci szereplők be tudnak kapcsolódni. Ez Szaúd-Arábia esetében értelemszerűen az energetikával kezdődik, azon túlmenően mezőgazdaság, infokommunikáció, oktatási, tudományos kutatási, innovációs együttműködések jöhetnek számba. Értelemszerűen a katari cseppfolyós gáz, ami igazából nyom a latban, és hát Katar Európába több irányba be van kötve és szállít Európába. Attól még messze van a katari gázexport, vagy a régiós cseppfolyó alapú gázexport, hogy igazi konkurenciát jelentsen, vagy ne adj Isten kiegyensúlyozva, a lehetőséget megteremtette. Itt ugye válság esetén a cseppfolyós gáz árazása is másképp működik. Az meg még egy távoli idő, hogy Kurdisztán irányából Törökországon keresztül eljusson hozzánk az a gáz, amire ott a MOL is készült többek közt. Rengeteg turbulencia, rengeteg probléma alakult ki Európa környékén, és az arab világban is, ugye gondoljunk csak az ukrán válságról, az ukrán háborúról, vagy az iszlám állam megjelenéséről azokon a területeken, ahol fontos olajlelőhelyek vannak. Ez fölveti a kérdést Európa szerte és így Magyarországon is arról, hogy az energiabiztonság kérdése hogyan oldható meg úgy, hogy ebből ne érezzen senki különösebb szenvedést. Felértékelődnek azok a dolgok, azok az alternatív források, amelyek Európa és ezzel Magyarország energiaszükségletét megoldani tudnák esetleg. Így az öböl térsége is. Természetesen nem csak az energia fontos, hisz a magyar termékeknek is piacokat kell keresnünk, és az öböl menti országok most azzal vannak leginkább elfoglalva, hogy saját élelmiszerbiztonságukat biztosítsák, termőterületeket, befektetési lehetőségeket keresnek Afrika szerte, és többek között Magyarországon is. Egy ilyen fórum, amelyen megismerkedhetünk a térségbe vezényelt két magyar nagykövettel, és megismerkedhetünk a Nemzeti Kereskedőház törekvéseivel, nagyon fontos a magyar üzletembereknek, és ezt mindenképpen a Budapesti Iparkamara is támogatja.